Köztudott valamennyien számára, hogy az Európai Unió területére egy rendkívüli illegális migrációs és menekült hullám indult meg, egy valódi újkori népvándorlásnak a közepén vagyunk. Ezt az Európai Unió gazdasági terheit is megnövelte, és ugyanakkor a szociális ellátási hálózatát is egy jelentős tehernek tette ki. Az Unió első lépésben ugye csak Olaszország és Görögország irányába próbált meg támogatást és segítséget nyújtani, közös felkiáltás, segélykérés eredményeképpen belekerült most már a balkáni útvonal is. Balkáni útvonal Magyarországra azt a terhet rója, hogy a tegnap este 24 óráig 67 ezeren kértek Magyarországon menedékjogi státuszt. Menekültként jelentkeztek be, hatóságaink regisztrálták őket, és ugyanakkor a befogadó állomásaink, a szociális ellátóhelyzetünk az teljes egészében telítődött. Vasárnap 4 gépjárművet elindítottunk, amely megfelelő hőkamerákkal van felszerelve. Ez a hőkamerás gépjármű már hamarosan szolgálatba áll Szerbiába, a szerb-macedón határon. Emellé még egy terepjáró gépkocsit és személyzetet is biztosítottunk. Tehát úgy gondolom, az első lépéseket azt hivatalból megtettük. A második lépésekre ma is ígéretet tett Johanna Mikleitner úrhölgy, miniszterasszony. Tehát ennek megfelelően úgy gondolom, hogy egy ismét erősítés történik a határokon. Természetesen nem állhatunk itt meg, további célkitűzéseink vannak, mindenekelőtt az Európai Unió további tájékoztatása, az Európai Unió menekültügyi biztosnak a tájékoztatása a helyzetünkről, és ennek keretén belül a Frontexnek az együttműködését kérni, illetve a Frontexnek a költségvetésének a megemelését is javasolni fogjuk. Mindezek azt gondolom, hogy még mindig további lépéseket igényelnek, ilyen további lépés Macedónia irányába, amelyet közösen kell megtennünk. Azt reméljük, hogy a macedón belügyminiszterrel ezt a kérdést megfelelő módon tudjuk majd áttekinteni és megbeszélni.